Szamosszegen ez az oszlop és az előtte álló katonaszobor őrzi az első világháborús hősök névsorát. Mellette ez az emlékmű már a második világháborúban elesettek és az 1944-45-ben elhurcolt lakosok neveit is összegzi. Különféle dokumentumokban más számok vannak, ugye van, aki 71 elhurcoltra emlékszik, van, aki 54-re, levéltári kutatások adatokban 54 fő szerepel, ami az emléktáblára is írásra került. Az új emléktábla leleplezése előtti ünnepségen elhangzott a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából több száz pályázat, közöttük a szamosszegi segítségével tudják őrizni az elhurcoltak emlékét. Főleg a fiatalok, vagy elsősorban a fiatalok keveset tudnak róla, hiszen nem beszéltek a nagyszüleik, dédszüleik ezekről az eseményekről, mint ahogy nekünk is óvatosan meséltek a szüleink, minket akartak ezzel megkímélni. És ezért gondolom azt, hogy nagyon jó volt a kormány kezdeményezése, hiszen nagyon sok településen a megyében különböző rendezvényekkel emlékeztünk arra, hogy a diktatúra a 20. században nagyon komoly emberi, családi tragédiákat okozott. Az emléktáblát Tilki Attila országgyűlési képviselő, valamint a település polgármestere és a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke leplezte le. Ez egy szomorú esemény volt 70 évvel ezelőtt, hiszen anélkül, hogy itt bármiféle törvényes eljárás lett volna, összefogdosták az embereket, kit azért, mert katona volt, kit azért, mert kulák volt, kit azért, mert hogy csak éppen a szovjet teherautón lenni kell valamennyi embernek, és hiányzott öt, és az utcáról fölpakoltak fiatalokat, és vitték a Szovjetunióba, és ezeket is meg kell, hogy örökítsük. Ezekre is emlékeznünk kell, mert így teljes a történelmünk, és ha történelmünk teljes, akkor lesz jövője Szatmárnak, lesz jövője Szamosszegnek, lesz jövője a magyar nemzetnek. Bíró Lajos szobrászművész alkotásánál az átadás után valamennyi emlékező koszorút helyezett el az elhurcoltak tiszteletére.